A 20. század elején előtérbe került az erdészeti kísérletek létesítésének fontossága. Cél elsősorban a fátlan alföld befásítása volt, a hazai fáknál lehetőleg értékesebb fafajokkal is. Ekkor alapították a József Főherceg ligetet, melyet elsősorban kísérleti területnek, de egyben botanikus kertnek is szántak. József Főherceg a növényvilág kiváló ismerője és a külföldi fafajok meghonosítója volt, többek között a Margit-szigeten, Alcsúton és Fiumében is. Az iszaszegi tavakkal szemben 318 kateszteri holdnyi területen fásítottak. Mintegy 30 féle tűlevelű és 20 féle lombhullató külföldi fafajt telepítettek. A csemetéket jó nevű francia és német kertészetekből hozatták. A külföldi fafajok mellett összehasonlításul hazai fafajokat is ültettek. Létesítettek külön csemetekertet is. Az évek során az állományt újabb és újabb fajokkal gyarapították. Az arborétumban sokféle erdőtípus él a velük kialakult természetes társulásban, cserjékkel, lágyszárúakkal, gombákkal, állatfajokkal. Értékes gyűjtemények találhatók itt a különböző fenyőfélékből, fekete, luc, jegenye, vörös, erdei, sima, sejem és ezüstfenyőkből. A parkokban magányosan álló mamutfenyő itt kisebb erdőt alkot. Megkapó szépségű az atlasz-cédrus állomány, az oregoni hamis ciprusok, a különböző tujafajok, borókák, tiszafák. A lombos fák sokféle faja él itt. Egzotikus tölgyek, juharok, bükkfák, fekete dió, nyírfák, vasfák, szelídgesztenyék, és még sorolhatnám tovább. Tavaszi időszakban pedig a különleges cserjék virágpompájában gyönyörködhetünk. A 2021. szeptemberében Budapesten rendezendő vadászati és természeti világkiállítás tiszteletére jelenleg 1 hektár tölgyest telepítenek. Lelkes fiatalok néhány éve megkezdték egy muzeális erdei kisvasút építését. A tervek szerint kapcsolódni fog a Budapest-Miskolc vasútvonalhoz, ám már most is vonatozhatunk rajta az arborétum árnyat adó fái között Csörgő Tamás mozdonyvezetővel. Csörgő Tamás vagyok. Mozdonyvezető, tehát pályaépítéstől kezdve a telepforban tartás. A látogató gyerekek kedvence az a terepasztal, mely az itt létesítendő múzeum egyik első darabja. A bejáratnál hétvégeken vásárolhatunk kézműves termékeket, mézet, tavasszal pedig virágpalántákat is. Tanösvényeken ismerkedhetünk az arborétum növény és állatvilágával. Ideális helyszín a nyugalmas sétákra, de akár hosszabb túrákra is. Szabadon látogatható. A méhészet és az arborétum Gödöllőről az Isaszeg felé vezető úton érhető el.